Sziasztok, én SS 2000 vagyok, és amint láthatjátok, most folytatni fogjuk a Revolt végigjátszást. Ez ugye a második rész, amiben immáron meg fogunk szerezni új autókat is. Ugyanis, amint mondtam, meg kell nyerni ezt a négy pályát, amiből már kettő megvan, és akkor kapunk ugye új autókat. Úgyhogy kezdjük is. Ugye az előző rész, hát egy 7 percesre sikerült. Valószínűleg ez sem lesz sokkal hosszabb, mert ebbe is még csak ezt a két pályát fogom belevenni. Aztán a következő időben már valószínűleg nem sima versenyt fogok menni, hanem egy bajnokságot. Mindjárt kicsit a hangot viszont lejjelzettem. Remélhetőleg jobb lesz. Egy kicsit jobb. Igen, de akkor lássuk is. Hát igen, nagyon profi nyomom, ahogy láthatjátok. Nem baj. Az imént rosszon 0-9-el felvettünk egy Hunger Games-es üdít. Nem tudom, mikor láthatjátok majd, de az első Revoltos videót minden bizonnyal ma, azaz csütörtökön. Igyekszünk ugye videókat feltölteni, minél többet. Tehát minden nap fel fogunk tölteni legalább egy videót még mostanában. Legalábbis szeretnénk. Úgyhogy igen, ma a Revolt végét biztosan fel lesz, meg elméletileg még egy Hunger Games-es videó is, amit Ferrával vettünk fel, illetve azon mind a három napot. Na igen, hatalmas a csata az első helyért, azért azt a mocskos kurvanyát. Ez így mi gyereke? Tehát, hogy... Na mindegy. Most ezt tettek. Ó, hogy megint bomba. Nem baj, második kör, simán vezetünk. Teljesen jó. És felülünk van, hogyha azért haj... Ó, ez milyen cseles volt. Ezt tetszett. Tehát, hogyha azért innen nem nyerjük meg, akkor az eléggé... Tudjátok, mit nem szóltam semmit. Annyi lett volna a lényeg, hogy eléggé szégyenletes, hogyha innen nem nyerjük meg, de... De úgy érzem, hagyjuk az egészet. Jó, azért meg lesz, csak könnyebbre számítottam. Köszönöm, nem tudom, hogy vagytok vele, de szerintem egy nagyon hangulatos kis játékere volt. Nem tudom tényleg, hogy hányan ismeritek, de aki ismeri esetleg, vagy csak így megtetszett neki, az mondja el a véleményt, hogy neki hogy tetszik. Illetve ha akarsz, akkor teszek letöltő linket is a leírásba. Na de az első futamot meg is nyertük. Easy. Szóval kilépünk és jöhet a második futam. Innen a botanikus kert nevezető pályán lesz a mai második futamunk. Ezt nagyon szeretnénk megnyerni, és akkor tudnánk is rögtön új autókat szerezni. Hát nem haladok túl jól, de szerintem azért minden is menni fog. Ez igen. Második vagyok, viszont az első eléggé elhúzott. Nem a legjobb, legalább most meg is előznének, de ugye nem engedjük.
Szóval tényleg nagyon messze van tőlem az első helyzet. Ja. Most tessék még forrásra kötni, még elég szép ott lehetne. Hogy innen. És tényleg egyre jobban húz el, hát nem igaz. A gyerekek, lehet, hogy ezt a futamot újra kell próbálnom. Mert ugye bombával együtt, és hát netes. Ez nem lesz meg. De van egy érzésem, de lássuk. Na most, itt van, nem igaz. Ne csináld. Nem lesz meg. És ez most egy második hely lesz. De semmi baj, próbáljuk meg újra. Hát igen, ezt most egy picit elrontottam, de... Hát... Ennyit ért ide egyéb tapasztalata. Bazd meg. De most megpróbálunk egy picit rátapadni, hogy ne tudjon olyan könnyen elmenni. Jól is ez kapóra is jött. De nem jó, egy kicsi előnyt azért... Kicsi. Egy kicsi előnyt azért sikerült kovácsolnom. Ezzel ki lehet húzni a végig, hogyha nem hibázod bele magadba. Egyébként ugye ez a retro sorozatnak abból is a Revolt végeztesenek a második része, de tehát még nem mondtam volna el, hogy ebben a retro sorozatban nem csak a Revolt játék lesz benne, hanem például a Penumbra nevezetű horror játéknak is a két része is, de ez majd ezt a Revolt végeztes után fogjuk elkezdeni, amelyeket megjegyzem nem olyan hosszú, így meg főleg, hogy nyertem. Úgyhogy nézzük is, milyen autókat szereztünk. Így van, egy darab új autó. Hát ez szomorú, többre számítottam. Így van, ő már azért sebességben, meg úgy nagyjából mindenben. Sokkal jobb, mint ezek az előző autók, de őt majd csak a következő részben próbáljuk ki. Ennyi lett volna a Revolt végjátszás második része, találkozunk a következő részben, én SS voltam, sziasztok!